Pálinger Kati a képen, remélem, hogy hasonló formában, mint az első fél időben. Itt pedig Englert, Szabine Englert, aki szerencsére eddig nem villog, volt egy védése. Tegnap a dánoknak nagyon megkeserítette a dolgát a heteseknél, mint már utaltam rá. Farkas Ági iránt egyelőre töretlen a kapitány bizalma, és Siti Eszter irányít most. Ugye ember hátrányban vagyunk, ezt ne feledjük. Farkas. Jaj, Istenem, Istenem. Nagyon be kéne hozni Srinka Hortenziát, az az érzésem, hát ha ő elkapja a fonalat, mert ahelyett, hogy gólt lőttünk volna, kapunk egyet rögtön az elején. Nem is az a baj, hogy nem volt, nagyon-nagyon hamar eladtuk a labdát, tehát jóval hosszabb ideig kellene megtartani, attól függetlenül, hogy ember hátrányban vagyunk. Egy rutinos játékos, mint a Fari nem csinálhatna ilyen hibát. Siti. Farkas. Fogja őt Nikola Pícs. Siti, kiegészültünk. Lovász. Nem merte elvállalni, nem is vállalhatta, azt hiszem. Siti. Jó van, visszafújják. Remélem most ezt a dúródást feladjuk, és kicsit távolabb jövünk, és szervezzük a támadó játékot szépen. Radulovics. Görbic. Radulovics kapja, és Englert lehúzza. Egy klasszikus átlövés, utána egy klasszikusan szép védés. Grit Jurák kulcsára, ajaj, nehogy kettő perc legyen, hiszen a szándékosan fent volna a lábbal a labda felé, szerencsére csak szabad dobás. És bent van, hetessel Danilovics, a frissen honosított szerb játékos. Schmidt. Kulcsár kilép rá, nagyon jó üzemben. Danilovics megy tovább, és Pálinger kitolja ezt is. Hogy tudott még visszanyúlni? Farkas. Görbic. Jaj, jaj, de rossz labda volt, és Lovász Zsuzsi valahogy megmenti, és bevetődik. Megérdemelt volna egy 2 méteres. Így viszont csak szabad dobás. Görbic. Kulcsár kezébe, csak tekerül valahogy a labda, de már lefújják. Annyira közel megyünk a védőkhoz, ott már elméletileg neki egy lépés kéne tennie, és már bent van egy hetest, össze tud hozni belőle, és még tovább akarjuk passzolni. Kulcsár, Görbic és Engler, de még mindig megvan Radulovics, lője már be valaki, nem megy be ez sem. Hú, de rajz zavar van itt. Nagyon ilyen grunt kézilabda színezik a dolog. Végén azt mondtam, hogy Englertnek nem megy. Hát eddig tényleg nem ment olyan nagyon. Erre tessék. Előbb lehalászta Görbic lövését, majd Zédi Radulovicsét is. Danilovics. Schmidt ki a térre. Lovász Zsuzsi bent szaladgál. Schmidt térül, fordul. Így a miénk a labda. Berling és Pignicki le, Kulcsár és Radulovics be. Eke Hoffman, az örökös német kapitány szinte egyszer már volt, aztán kicsit pihent, majd most visszahívták. Kulcsár, úgy van, ez és nagyon, kiállítás. Gyönyörű, nagyon szép játék volt. Kulcsáran itt a második gólja, nagyon jó korja. Egyébként ez is azzal magyarázható, hogy a Radulovics mögött üres terület van, mert nagyon szépen egy súlypontot képeztek a Fari elé, a Görbic tanító és a Kulcsáranító, és ebből után befele tolódott a Farkas Ági, fölléptek rá, és a Kulcsár ebbe a föllépésbe léphet be. Schmidt. A szabad dobás. Farkas nagyon jól védekezett, azért ezt is emeljük ki, meg vegyük észre. Sok-sok támadásban elkövetett hiba mellett, hogy azért elég biztos pont támadott ő középen. Gyurákot állítjuk meg.
másfél percig emberelőnyben vagyunk. Danilovic. Hürsz vissza neki. Német szabaddobás. Most már fölemelik a játékvezetők a kezüket. Vagyis valakinek lőnie kell. Jurák. Ő lesz az a valaki. Ha tudjuk, hogy lő, akkor miért nem próbáljuk valahogy megakadályozni. Ez könnyű ezt mondani. Radulovic. Görbic. Kirchner. Hát ezzel azért meg lehetett volna próbálni. Igen. Úgy kapkodunk, mint hogyha a németek vezetnének, és ember hátrányban lennénk. Na mindegy. Jurák. Neki ront a magyar falnak. Német szabaddobás. Törölni kell. Nincsenek légiósok a német válogatottban. Mindenki hazatért az elmúlt időszakban. A Leipzig, a HC Leipzig adja a legtöbb és legjobb játékosokat. És milyen érdekes, hogy a listavezető Frankfurt, Trinka Hortensia egyetlen válogatottat sem ad, hát ez az jó néhány külföldi van. De hát mégis furcsa, hogy csak német van a válogatottban, és pont a listavezetőből nincs senki. Schmidt. Jurák. Salinger. Nagyon-nagyon jól véd. Görbic. Kirchner, ezzel be kell venni erre. Hát hiába ment be. Engler bizony nagyon elkapta a fonalat. Ő a Bayer Leverkusen kapusa egyébként. Ugye ez a klub inkább azért a futball csapatáról híres, de hát már két napdával is meg-megvillant egyszer-kétszer. Schmidt. Danilovic. Blaha, Danilovic, Schmidt, egy ravasz gól. És számomra érthetetlen húzás, már elnézést, Pálinger Katit lecseréli Mocsai Lajos, és Sugár Tíme átküldi a helyére, nem mintha Sugár nem védett volna jól tegnap, de hát vajon mi lehetett Pálinger bűne, vagy védke. Hát majd a kapitány elmondja. Farkas lövését lesáncolják, még mindig gól nélkül Farkas Ági, és rengeteg technikai hibával. Görbic. Gyönyörű. Fantasztikus megoldások. Görbic Anitától mind a négy gólját így lőtte, és majdnem megszereztük a labdát, sajnos csak majdnem. Lehet, hogy az elmúlt támadásoknál védekezésben a Pálinger kapott kettő olyan gólt, amit úgy ígérne a kapitány, hogy most jobban kellett volna neki bereagálnia. Schmidt. Melbeck kezét fogta meg Ferling. 8. perc a második fél időben, 19-17 a javunkra. Melbeck, Danilovic. Melbeck. Hájjaj, 19-18. Görbic, Radulovic, Lovász. Talán első tempóra kellett volna bevállalni szélen a zicser helyzetet. Kulcsár, gyönyörű, ez is kiállítás. Ugye az? Megelőlegeztem ugyan, de nagyon néz a francia játékvezetőn, a Wörthre ki is küldi. És hát Görbic passza is szenzációs volt, de itt az érdem leginkább Kulcsár Anitáé, azt hiszem. Bojan Radulovic lövi majd a 7 méteresünket. Ne tegyük nagyjá ezt az egyre mosolygósabb Sabine Englertet.
így is van. 8 gólnál jár Radulovics, ő a legeredményesebb a magyar csapatban. Utána jön Görbic 4-jel, Kicsner 3-bal, 20-18 a javunkra és emberelőnyben vagyunk. Olyan jó lenne elhúzni egy kicsit, és most nincs benn farkasági védekezésben, ott van viszont Bohus Bea. Ez a nyitott védekezés úgy gondolom, hogy egy jóval agresszívabb, erőteljesebb lesz majd. Már tegnap is említettem, hogy a Görbic anyut a kivételével a három hátsó alakzatnak együtt védekezik Dunaújvárosban. Grit Jurák megszerzi a németek 19. gólját, neki ez a negyedik. Ő és Blaha 4 gólosak a német válogatottban. És ott van Strinka Hortenzia. Kirchner nem megy neki, nagyon nem megy neki szélről, még az a szerencsé, hogy Pincs rálépett a vonalra. És kilépett Lovász Zsuzsi. Ember előnyben vagyunk, gyerek. Kapkodunk. Igen, érthetetlen kapkodás. És vezetünk. Igen. Mindig ember előnyben vagyunk fél percig. Jurák, Schmidt, Lovász, Gyötri, nem tudja eléggé meggyötörni, csak ahhoz, hogy kiállítsák 2 percre. Kiegyenlít a német csapat, és sajnos Sugár beállítása egyelőre nem válik be, nem tudott találkozni még a labdával, nem mintha ez ő hibája lenne, egyszerűen csak tény. 20-20. Hát sajnos ember azonosságba fogunk játszani 5-5 ellen, és utána előbb fog kiegészülni a német csapat, tehát ember forja lesz velünk szemben majd. És mindez megtörténik 6 másodperc múlva. Radulovics most lent, persze kényszerből a jobb szélen, és itt a bal átlövőn. Akarom mondani a jobb átlövőn, és persze a kényszer szüli. Görbic. City. Radulovics. Megtépi egy kicsit Nina Wörth. Ú, de sokáig vagyunk még ember hátrányban. Több mint 1 percig. Görbic. Kapufa. És indul Blaha. De hosszú neki az indítás. Visszajött Pálinger. City. Radulovics. Na, itt egy gyönyörű ejtés. Megint nálunk az előny, 9 gólnál jár Radulovics a VB már 22-nél. Jurák, hát szerintem ezt ellépte, aztán meg kidobja a pályáról, csak közben Blahát meglöki, Bohus és kiállítják. Bohus beállt át 2 percre. Édes Istenem, hát ott sem volt a labda. Volt valami kakaskodás kettőjük között. Ide sajnálom. 49 másodpercig 2-es ember hátrányban a magyar csapat. Vajon át tudjuk ezt az időszakot vészelni? Schmidt. Hetes. Megköszönhetjük, hogy nem állították ki az erát 2 percre, mert visszarántotta a karját. Danilovics. Egyet már kihagyott. A másodikat. Sajnos nem hagyja ki, egyenlít a német válogatott megint. Jaj, te jó ég, mi történik itt? Hát az, hogy elveszítjük a labdát. Jurák meg ellépi. Micsoda szerencse. Megmondom őszintén, nekem inkább 2-szer indulásnak tűnt. Görbic is ezt mutatta volna, teljesen mindegy, hogy miért. Ő azt mutatta, hogy eldobta Fücs után a labdát, és 2 percre kitinálta. Ha, még az is lehetett volna. Na, az első kiállított játékosunk visszajött. City. Lovász. City. Ez az Eszti. Nagyon kellett ám.
A legnagyobb gond, ahogy nézem, a szélseink nem nagyon mernek kapura lőni. Hozzák hát is a folyamatosan. Hát a próbálkozott, igen, az elmúlt percekben, de kétszer is nagyon könnyedén hárított. Na, lovás is igen, ez. Igen. Blaha maradott és bevágja. Rendkívül szívósan játszanak a németek. És egyelőre nyerik a második félidőt 3 góllal. Így lehet döntetlen az állás. 20 másodperc múlva fogunk majd csak kiegészülni. Radulovic. Görbic. City. Oha, támadó, így van. Melbeck. Würz. Mellé. Pedig lovát lökött rajta egyet, ezt is most megköszönhetjük szerintem. A 44. perc, na végre teljes létszámban a magyar csapat, és ott van Frinka Hortenzia, az Eintracht Frankfurt légiósa, aki 9. a német góllövő listán, csapatában pedig a második, Blaha megy ki 2 percre, most visszakapta az előzőt Görbicről, bosszút állt Bohus B.A.-ért Görbi tanítani, azt hiszem, nagy színészem. Olcsó poén, elnézést érted, de Blaha nagy színész volt, Görbic pedig az. Igaz ugyan, hogy ez teljes mértékben szabálytalan volt. Eke Hoffmann visszacsücsül a padra. 22-22-nél, akkor most mi játszunk 2 percig ember előnyben. Srinka. Görbic. Radulovic. Lovász. Na mi lesz ebből? Radulovic. Megszorongatták jól hátulról. Talán kapott is egyet a gyomor szájába. Aztán Pacsit is kap Nikola Pics-től, ezt már sokkal jobb látni. Srinka. Görbic. Lovász. Na végre, hogy lövünk szélről gólt. És megint vezetünk. Na nézzük azt a nyitott erőszakos védekezést. Ugye megint bent van Berling, Bohus és Pignitzky, a dunaújvárosiak és Görbit is előttük. Schmidt. Wirtz. Schmidt megy közelebb. Danilovic. Úgy nézem, elég jól zár a fal. Már amennyire ez fal. El kell venni, így van, el is veszik passzívért. De visszapújják. Nem baj, nem baj, nem baj. Amíg nálunk van, addig ezért nincs komoly probléma. Rosszul cserélnek viszont a németek. Srinka. Ez sincs bent. A bal oldalunk tényleg nagyon... Nem lőttük, egész egyszerűen balátlövőből még nem szereztünk volt. De megkockáztatom, hogy nem csak balátlövőből, most megnézem, hanem balról sem, mert 2. indulásból szerezte a góljait. Tehát sajnos féloldalasak vagyunk nagyon. Elbek. Hú, pedig de szépen csinálta. Melanie Schlicker. Nem baj, hogy nem ment be. 3 másodpercig vagyunk emberelőnyben, de hát cserélünk. Jézus Mária, Radulovic pedig addig tapsol, még majdnem elmegy mellette a labda. És Srinkától is megvonta a bizalmat a kapitány, elég gyorsan, hiszen most City van bent. Radulovic. Kapuka, de szabad dobás. Igazából ez nem lehet rossz véleményem szerint, hisz Eszti is és Zanita is képes arra, hogy lábbal egy aránylag úgymond nagyobb területet be tud játszani. Mind a kettő nagyon gyors, jó cselez. Talán most inkább a Radulovic lebontásai mellett inkább ezzel kéne foglalkozni. Kulcsár, pedig megkapta a labdát. Fent a bíró keze, most már valakinek lőnie kell. Radulovic lesz az. Engler tolja ki.
amit fölülre megy, az nem nagyon volt neki, ahogy nézem. Schmidt. Melbeck. Schlicker vissza. Se Jurák, se Danilovic, se Radzsevic ügye nincs a pályán. Na most megjön Danilovic. De kár, hogy nem sikerült elhalászni. Schlicker jön, Pálinger, de nem tud hárítani. Na, meg kéne nézni, hogy nem ért le a lába. Szerintem nem volt a lába a kislányon. Hát sajnos ez most már nem oszt és nem szoroz. Még hogyha így is volt. 12 perccel a vége előtt, már megint vezetünk. Kulcsár bomba formában játszik. Amit egy beálló hozzátehet egy ilyen meccshez, azt ő ma hozzáteszi. Meg is van minden oka rá, hogy mosolyogjon. Na de most nem kéne gólt kapni. Schmidt. Megolt kapunk. Nem kéne behátrálni. Behátrált a Görbicani talját, hogy megütközött volna. Igazából mindenkinek megvolt a embere. Csak az övére. Ferling. Ez most egy újabb variáció. Kulcsár. De persze csak addig. Mármint Ferling, amíg nem tudunk cserélni. Tizenegy és fél perc van hátra a találkozóból. Mocsai Lajos együttese 24-24-re áll Ecke Hoffmanéval szemben. City. Lovász. Gyönyörű, gyönyörű gól! Ismételten a Radulovic mögötti terület üres bejátszása és megjátszhatósága is van. Azt a mindenit! Hát ki sem tudtuk örülni magunkat, már is egyenlít az ellenfél. Ugye amíg mi a cserékkel voltunk elfoglalva, addig ők nyitottak és indultak. Kettőt cserélünk, védekezés, támadás, és előbb-utóbb ugye minden csapat rádöbben arra, hogy ezt a gyors középkezdéses variációt kipróbálja, úgyhogy ők maximálisan élnek ezzel a lehetőséggel. Görbic, a nyakát fogják, de így is csak szabad dobás. City. City elveszik lépés hibáért. Igazán éreztem annak, de lehet ettől még persze, hogy az volt. Schmidt. Melbeck. Danilovic. Melbeck. Schmidt indul be. Danilovic egyelőre csak bemutogatja a paszt, Görbic nagyon harcos. Danilovic, aj, de mekkora szabad területe volt. Pont Radulovicsal a nagy barátnővel szemben találkozott, és vezet Németország 26-25-re. Ez védekezési hiba volt. Görbic, City, Görbic. És nem a miénk a labda, nemhogy nem a miénk, hanem még Katrin Blaha indul is. Kirchner visszaér, és a labdát veszik, ki ugyan mutatja, de hát azért az kéz is volt. Hát ez egy fontos védekezés lesz, azt mindenképpen ki kéne védekezni, mert nagy gondaik lehetnek a végjátékba ez a megy. Itt van Görbic, lesáncolt lövése, még egyszer Kulcsár csak belekapni tud. Danilovic. Melbeck. Schmidt tovább. Danilovic. Ott marad a szélső üresen. És két góllal vezet a német csapat, ilyen még nem volt ezen a meccsen. Nina Wörth. Második találata. Hát meleg a helyzet. Kitagadás.
sajnos Radulovicsnak sem megy úgy, mint az első fél időben, de hát nem ez a probléma, hanem hogy a másik oldal meg egyáltalán nem elég folyamatos, nem elég pontos a magyar csapat játéka ebben a fél időben. Radulovics, Görbic. A gond az, hogy nagyon egyoldalassá vált a támadó játékunk, az igazán magas embereink, akik képesek lennének távolról átlőni, azok ugye kudarcot vallottak, és az alacsonyabb, gyorsabb lábú játékosaink pedig nem tudnak területet szerezni a lábaikkal. Na de ennél még az is sokkal nagyobb, hogy megint eladtuk a labdát, és ugyan a németek ugyanezt teszik, de ők visszakapják a bíróktól. Lehet, hogy időszerű lenne egy időtérés, amikor